Téli lakoma. Tél lett. Vastag hótakaró borította a földet. Az erdei állatok éheztek és fáztak. Mit tett a kissünk? Tüzet rakott, sütnivaló tököt vett elő. A tököt felvágta, magvait kikaparta, húsát kis darabokra vágta. A tök darabokat megsütötte, a tök magot megpörkölte. Mit tett ezután a kissünk? Hócipőt húzott, bundát öltött, és a fejét bekötötte a kockásájával. Az illatozó sültök darabokat tárcára rakta, és kiült az odúja elé. Itt a finom, forró, mézízű eledel, rikkantotta. A vidám kínálgatásra oda sereglettek az állatok. A róka, a farkas, a vadkan és a két fia, az őz, a borz és a nyúl. A hangos hürgésforgásra felébredt barlangjában medvepál. Brumma, brumma, mi lehet ez? Indult a lakomázók felé. Hű, de megörült a jó ételnek. 6 darabot falt fel belőle. Mikor vége lett a lakomának, örömében meghívta magához a kis süni téli vendégnek. A kis sün beköltözött medvepálhoz. Pipázgattak, dominoztak, és hozzá pörkölt tökmagot rágtak.